2018-as év agrárembere díjkiírásra rekordszámú jelölt érkezett, több mint 140 jelölt, és több mint 90 elfogadta a jelölést. A jelölteket a kollégák felhívták, interjút készítettek velük, és kialakult egy olyan anyag, amiből a zsűri dolgozni tud, amiből a döntősöket ki tudja választani. Ez egy fontos lépés, mert ez a zsűrizés most már minden eddiginél nagyobb létszámú zsűrivel egy nagyon bölcs, kollektív döntés eredménye lesz. A kategóriánkénti 3 döntős, 10 kategóriával idén, tehát 30 döntőst szavaztunk meg egy maratoni zsűrizés során. Nagy létszámú zsűrivel sokan eljöttek, sokan pedig e-mailen küldték el a szavazatukat. Akik eljöttek, sokszor komoly lobby eredményeképp megszavazták azt a 30 jelöltet, akit idén még meglátogatunk, videóinterjú készül róluk, és a zsűri még egy zsűrizési körben fogja eldönteni, kik a kategória győztesek. A kategória győzteseket aztán a február 2-i gálaesten fogjuk kihirdetni, és az ott lévő zsűritagok fogják megszavazni a idei év agráremberét. Ezek a jelöltek és ezeknek a kiválasztása egy komoly folyamat, egy komoly procedúra része. Semmilyen ilyen magándöntési eljárások nincsenek benne, 80 fős zsűri dönt. Egyre jobb jelöltek vannak, ha szabad ilyet mondani, egyre jobban ki tudják domborítani már, mit jelent a társadalmi szerepvállás, figyelnek rá. Én szerintem már van olyan, aki erre tudatosan készül, és aztán úgy jelentkezik a díjra. Voltak páran, akik azt mondták, hogy még idén nem alkalmasak arra, hogy ők ebbe a projektbe, vagy ebbe a díjkiírásba részt vegyenek. De az a gyanúm, hogy azért ők is készülnek már rá. 5. alkalommal van a díj kihirdetésünk, vagy díjkiírásunk. És ez az 5, ez már egy ilyen kis jubileum, és azt reméljük, hogy ez már alkalmasá teszi a díjat arra a presztízs értékre, amire az elején szerettük volna, hogy elérjen. Nem csak azért, mert az Agrártárca vezetője a fővédnökünk, nem csak azért, mert Gyurica professzor, zsűri elnöke és védnöke, aki kezdetektől fogva velünk van, nem csak azért, mert a támogatóink többsége kezdetektől fogva, 5 éve, akár 5 éve velünk van, több ilyen támogatónk is van. Igyekszünk a kategória mennyiségeket nem növelni, tehát jelenleg 10 kategória van, és nagyon fontos, hogy azok a jelöltek, akik jelentkeznek hozzánk a díjra, ők már érezzék annak a súlyát, hogy egy nagy presztízsű díjban vesznek részt, és az a reménységünk, hogy akik nem jutottak be a döntőbe, nem fognak megsértődni, hanem teljes lendülettel mondjuk jövőre újraindulnak. A szokásunkhoz híven idén is lesz közönségszavazás. A döntősöket, akik mind a 30 főt fogjuk megmérettetni a közönség felé. Ez azt jelenti, hogy a Facebook profilunkon lesz egy közönségszavazás, ott lesz szépen mindenki szavazhat a számára legkedvesebb jelöltre. Ő lesz a közönségdíjas, és február 2-án pedig egy nagyszabású gálaestre fogjuk zárni az eseményt, ahol minden díjat kihirdetünk, a külön díjat, a fődíjat, a kategória győzteseket, és az sincs kizárva, hogy még egyéb külön díjak is átadásra fognak kerülni. Olyan életteljesítményt adó jelölteink, illetve barátaink, akiket életmű díjra jelölünk, őket nem szeretnénk egy ilyen versenynek kitenni, őket a támogatókkal, a támogatói megbeszélésen kiválasztottuk, felkértük azóta, a közönség számára természetesen meglepetés lesz, és a gálaesten fog kiderülni, kik az életmű díjasaink.